mágikus hang a parketten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gombra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek! A vonalban Bodnár Martin, az Erste Befektetési ZRT USA Desk üzletkötője. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mire figyelünk a héten? Igazából tovább nézhetjük feltételezhetően ugye ezt az emelkedést. Előző héten is szépet mentünk, most már májusi szintekre emelkedtek vissza egyébként a részvénypiaci indexek Amerikába. Az S&P 3%-ot emelkedett, a Dow 2,4-et, a Nasdaq pedig 2,7-et az előző héten. És ugye itt a fő indok az emelkedés mögött ugye jobb inflációs adatok voltak, tehát úgy néz ki, hogy tetőzik Amerikában az infláció, és ugye nem kell annyira majd erőteljes kamatemelést bevezetnie, ugye ezt a kamatemelési pályát a Fednek. Igazából még amit a piacról elmondhatunk, hogy azért átlag alatti forgalommal kereskednek rajta, tehát hogy ezt várjuk egyébként ezen a héten is, hogy ez fog folytatódni. Nagyon sok retail befektető aktív volt az elmúlt időszakban, megint lehet látni olyan cégeket, amiket hirtelen meghúznak, most ugye sokkal rövidebbek ezek az időszakok. Ugye itt ki is emelnék például egy ilyen céget, ez a Magic Empire volt itt az elmúlt időszakban, neki kilőtt több százszorosára az IPO utáni nap a cég árfolyama, most pedig már az IPO árhoz képest mínusz 80%-ba vagyunk, tehát hogy megint mennek ezek a kisebb, ugye ezek a meme rallik. Még amit a piacról érdemes mondani az, hogy azért újabb kockázat ütéti fel a fejét, mivel az USA ismét egy ilyen ötfős, magasrangú gárdát küldött Tájvánba. Igen. Ez a tegnapi nap történt, és ugye itt meg akarják erősíteni ugye az amerikai-tájváni kapcsolatokat, illetve a félvezetőkről tárgyalnának, mert ugye itt a félvezető kapacitásnak a 63%-át ugye ez Tájván bocsátja rendelkezésére a világnak, és ráadásul a fejlettebb csipek köthetők hozzájuk, tehát hogy ez igen fontos amerikai számára. Ez egy nagyon jó kérdés lesz, ugye az amerikai piac egyébként is elég bizonytalanul reagált a múltkori tájvani látogatásnál is, úgyhogy ez elég érdekes lesz, itt főleg a hét elején. Meg azt is érdemes itt kiemelni, hogy egyébként előző héten pénteken pedig kínai vállalatok önként bejelentették, hogy szívesen kivonulnának az amerikai tőzsdéről. Ja, igen, igen, tényleg ez érdekes volt. Igen, eddig ugye fenyegették őket, és öt ilyen cég volt, köztük egyébként a nagyobbak között a PetroChina, China Life Insurance, Sinopec, tehát hogy ezek relatíve azért egész nagy cégek, és azt mondták, hogy sokkal drágább itt az adminisztratív költség annak, hogy ugye megfeleljenek az amerikai szabályozásnak, mint hogy egyébként kivonulnának az USA piacról. Egyébként ezeknél a cégeknél ilyen 0,5% körüli itt az amerikai ADR-eknek, tehát hogy a forgalom, amit hoz az amerikai piac, tehát hogy nem olyan nagy forgalmú cégek ezek Amerikában, de azért ez egy elég erős jelzés egyébként, ugye itt a többi 250 cégnek is, ugye itt a 250 kínai céget veszélyeztetnek itt a kivezetéssel, tehát hogy azért ez egy erős lépés ezektől a cégektől, egy erős bejelentés. Héten ugye vállalati jelentések lesznek, nagyok már lejelentettek a gigavállalatok, most itt a kiskereskedelmi áruházláncok fognak jönni. Ez elég fontos lesz azért, mert képet kaphatunk, hogy a második fele az évnek, tehát a H2 hogyan fog alakulni, mennyire lesznek hatással az eredményekre az inflációs nyomás, ugye az ellátásláncbeli problémák, illetve érdemes lesz még azt is figyelni a vállalatoknál, hogy a vásárlások fogyasztási szokása, vásárlók fogyasztási szokása hogyan fog alakulni, illetve hogyan fognak tudni a munkaerő hiánnyal megküzdeni ezek a cégek, és milyen hatással lesznek ugye itt az árakra és az eladásokra is. Úgyhogy elég sok ilyen, úgymond jövőbeli hatásról fogunk itt a héten értesülni. Legnagyobb egyébként kedden lesz ugye itt a legnagyobb retail amerikai kiskereskedelmi áruházlánc, itt a Walmart fog publikálni kedden, piacnyitás előtt. Itt van egy elemzői várakozás, 7% év per éves növekedés,
részvénykénti eredményben meg mínusz 10%-ot várnak. Uh-huh. És egyébként az azért érdekes, mert előző hónapban bejelentették, hogy idén egyébként mínusz 13% is lehet ez a részvénykénti eredmény, mivel folyamatosan emelkednek az árak, emelniük is kell az árakat, és kevesebbet költenek az emberek a drágább, nagyobb profittal rendelkező termékekre, ugye a cég szempontjából, inkább mindenki megpróbálja az olcsóbb termékeket megvásárolni, és ez nagyon látszik is, mivel ez egy ilyen trend volt. Februárban itt a részvénykénti eredmény még plusz volt, amit vártak a Walmartnál. Két hónapja lecsökkentették mínusz egyre, most pedig már mínusz tizen vagyunk, tehát hogy ez egy elég romló tendencia. Uh-huh. Viszont ugye az árfolyam már erre leesett, szépen megcsapták, viszont és talán könnyebb túl teljesíteni a többszörösen csökkentett eredményvárakozás, nem? Kivéve, hogyha megint rosszabb várakozás hoznak ki ugye a H2-ről, meg van még egy nagyon, van egy mumusuk, hogy nagyon magas készletekkel rendelkeznek, és ez óriási költségekkel jár. Igen. És ezt próbálják leépíteni, és erre is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy úgymond a guidance-be mit fognak mondani, hogy mi lesz itt a stratégia, hogy hogy fogják tudni leépíteni ezt. Hát ebbe annak idején a Crocs recsent bele, pontosan ez a magas inventory volt az, ami nagyon nem tett jót neki. Igen, mert az eredményre ez nagyon nagy nyomást helyez, és ugye nem is véletlen, hogy most egyébként csúcsától ugye 17,5%-ra van, picit visszább emelkedett egyébként, mert ugye az előző jelentésnél 21%-ot esett, és ez azért nem egy normális dolog egy ugye ilyen nagy kaliberű kiskereskedelmi lánctól, tehát figyeljük és várjuk majd a nagy elmozdulást. Uh-huh. Még aki egyébként ebbe a szektorban van, és szintén ugyanekkor kedden nyitás előtt fog jelenteni, a Home Depot. Aha. Ő is ugye, itt ő a lakásfelújítási kiskereskedelmi. Kedden jön ez is? Kedden jön ő is a Walmarttal együtt, tehát hogy ez itt egyből megkapjuk koncentráltan. Itt a fogyasztói szokásoknak a változását egyből tudjuk majd elemezni. Itt a bevétel várakozás az 5,3% év per év, a részvénykénti eredmény... Hát fölfelé? Igen, igen, pluszos, ott pedig plusz 9% év per év. Tehát, hogy itt pedig az az érdekesség egyébként, hogy ők meg javítják, májusban is javították a jövőbeli kilátásukat. Q1 egyébként eléggé nyereséges lett, és továbbra is ennek a trendnek a folytatását várják, azért, mert ugye egy magasabbak, ugye a magasabb árazást tudnak használni, ugye az infláció miatt, és hogy az emberek egyre jobban karba tartják az ingatlanaikat, és hogy kisebb munkákat saját maguknak végzik. Tehát olyan eszközök is fogynak, amik eddig nem annyira fogytak, mert egyébként csak úgymond szakik vásárolták ezeket, most már az emberek is kezdik maguknak vásárolni, és megcsinálni ezeket az úgynevezett házi munkákat, vagy kisebb javításokat. Aha. Úgyhogy összességében érdekes egy erősebb EPS-t várnak idénre, úgyhogy idén mínusz 24%-ban van a részvény, de hogy pozitívak eléggé a befektetők itt a papírral kapcsolatosan. Izgi lesz akkor ez a keddi nap már rögtön itt az Egyesült Államokban. Figyeljük akkor a Home Depot és a Walmartot is, meg a Magic Empire-t, jó, hogy megemlítetted. Köszönjük szépen, Martin! Jó kereskedés nektek! Köszi, sziasztok! Bodnár Martinnal beszélgettünk, az Erste Befektetési ZRT USA Desk üzletkötőjével. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el. Mielőtt tovább megyünk, azért a forintra vessünk egy pillantást. Hát ugye nyitáskor rögtön kilőtt az árfolyam. Nem olyan drasztikusan, 3,94-11 volt a teteje az árfolyamnak, de hát ugye 3,92-n kezdtünk, úgyhogy egy 2 forintos gyengülést lehetett rögtön látni az euróforint árfolyamban, nyilván reagálva erre a pénteki Standard & Poor's döntése. Meg most kicsit negatív a hangulat. Meg hangulat is negatív a világpiacon. Meglátjuk, hogy az olajjal kapcsolatban. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy majdnem, hogy az euróforintot rá lehet rakni az olaj grafikonra az árfolyam változást, tehát alapvetően változott a forintnak a mozgató rugója. Na, hát jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán megnézzük, hogy lesz-e cukor. Ami nem túl jó hír, mert úgy tűnik, hogy akadozik a cukorellátás is, a vásárlók már hiányra panaszkodnak, a boltokban vagy nem lehet kapni cukrot, vagy az üzletek limitálják a megvehető mennyiséget, vagy ennek mi áll a hátterében a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének elnökével, a Cukortermék Tanács és Szakmaközi Szervezet elnök helyettesével, Dorogi Árpáddal beszéljük meg.
műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne